Hallod, tudsz mindent? Minden ugyanaz, csak a felső kanyar inkább galocsára, és akkor szépen. És így gyere majd itt mellettem. Ahol... Hogy? Spriccer, rámegyünk egy jó vadász, és szépen vissza, azt sem mondtam, hogy galocsáréba. Csak visszaveszem a felső kanyarba. Hogy ne menjünk ezerrel. Jaj, majdnem neki megyek én meg a izén. Ha ide! Na nézd meg, nem bogár megy a szemembe, pont amikor egy kézzel vezetek. Milyen rugdosni akar? Ezt is majd átadjuk, lemossák, és jövünk a bike-trekkel. Azzal is gátakon kezdünk először, azt majd meglátjuk, hogy mit csinálunk. Gyere közelebb a paprikához egy picikét. Jó, így jó. Jó van, érezd, mama. Tehát nem spriccelt, egy vadászkát, rámegyünk, felső kanyar, überke, megint a kettő, az kész, alamezzo. Szerda van, péntek este futtam. 7 órakor vagy mikor. Vitamint adod a izé többieknek? Mi? Jó, elektrolizis, nem tudom, hozott a Móni port, remélem, hogy mindjárt fölhívom. Van mamuska. Szép, kényelmesen minden nap. Szerda van, pénteken futunk. Nyugi legyen. Jaj. Na. Kis szolgálati járművemben. Van még egy lány. Többiek kikint a téli pályán lovagolgatnak a lányok, panikoltatnak. Sétálnak. Jaj. Na, megférünk itt az itt dolgozókkal. Ugye dolgozgatnak serényen, jó munkát csinálnak, most látom. Markoló is, emberek is. Vezetéket raknak le, vízelvezetőket raknak le, aztán majd jön az új talaj. Hát, jó, ráfért már. Több mint 100 éve itten azért kopik ez a homok, azt el is kopott. Na jó. Ezben nem pofázok annyit, mert mindjárt érkezik Sehike. Az majd egy másik videón lesz. Bár hagyom ezen, úgyis mi körbe megyünk. 5 másodperc, úgyhogy megmutatja, szépen átugorja, jön erre, élénkentre, kanyarba, visszavesz egy kicsit, rászalad arra kettőre még, alamezzo. Itt van a kocsimba, nincs is kocsim. Itt van a motorülésembe egy jéghideg Coca-Cola Norbi barátomnak. Ezt átadom neki személyesen. Hagyj igyon. Na jó. Na, megmutatja neki túloldalt. Lukasz barátom az Seherezádét. Blankát Norbi. 2600 méteres. Na jön is az első ugrás. Tökéletes. Ide jövök. Egyszer fogja ezt ugrani, ugye, mert 5 ugrás van összesen. Tehát ilyen ezen még azon, és a kettőre rászalad. Csókolom, ennyi. Ennyi. Több nem kell a kis sziluskának szerintem. Utoljára nagyon jól futott, fantasztikus finisszel felszaladt negyediknek. Jól is ugrott, hát most már remélem bízik a Lukasz is benne egy kicsit jobban, mint a múltkorinál.
rámegyek egy vadászkát szépen, ez az, és ott visszaveszek, hogy lehet visszavenni, azt mondja a felső kanyar. Hát akkor az a felső kanyar, itt szépen, így, ez az, na így lehet visszavenni, látod? Kész, nem engedem annyira, hát mit, nem azt mondom, hogy tépje szét a fejét. Na, ennyi, úgy, egy jó Uber-t megyünk, nem jó galoppot, ennyi, kettő közti különbség. Persze lehet, hogy én mondtam neki először rosszul, illetve nem olyan jól. Úgy, jön a két gúr, itt egy kicsit tempó rá megint, azt csókolom, finito la comedy. A la mezzo. Palika lesétáltatja, megjövünk by track-kel. Ne zavard vele. Nem agrik rosszul az a kis kanca, 20 kilos kanca különben. Annyi ereje van, mint nekem. Jó, ennyi volt. Köszönöm szépen, kólát kapod majd a kapunál. Norbika. Jó, hopp, miket ugrott ott? Hova ment ez a majom? De őzik-e úgy ugrát? Na jó, lerakom most.